Egy nemzetközi projekt keretében két kárpátaljai határát került korszerűsítenek, az Ungvár és a Luzsánka ellenőrző pontokat. Az ukrán-szlovák határon a meglévő helyiségek cseréjét tervezik, anélkül, hogy a határőrök és a vámosok számát növelnék. Február 12-től az Ungvár felső németi ponton a munkálatok befejezéséig módosul a személygépjárművek regisztrálási rendje. Kidolgozták az erre vonatkozó mechanizmust, és minden személygépkocsit a tehergépkocsik terminájába irányítanak. A vámhivatal és a határőrség szintjén döntés született a személygépjárművek regisztrálásának áthelyezéséről a teherforgalmi sávba. Külön forgalmi sávokat jelölnek ki az Ukrajnából induló és az országba belépő személygépjárművek határellenőrzésére. Megszervezték a közlekedési rendőrség képviselőivel való együttműködést, akik segítenek nekünk a személye, teherautók teherforgalmi sávra való terelésében. A változásra vonatkozó táblákat helyezzünk ki, hogy az emberek lássák, merre kell menniük. A belépés korhatárőreik, a megfelelő sávba irányítják a járműveket, a rekonstrukció körülbelül két hétig tart majd. Taká rekonstrukcia trváteme a határőrök elmondása szerint az Ungvár felső németi ellenőrzőpontnak megfelelő a személygépjárművek áteresztő képessége, de szükség esetén mobil csapatokat is bevonnak. Szintén a nemzetközi projekt keretében az ellenőrző ponton új mosdókat alakítanak ki. Amennyiben hirtelen felhalmozódik az utasforgalom, növeljük a határőrök számát és tableteket biztosítunk számukra. A higiéniai feltételeket tekintve a szanitár helyiségek cseréjét is tervezzük. Az bereg beregsurány határátkelőre már tíz új moduláris házat leszállítottak. Egy részüket a meglévő helyiségek cseréjére a többi további munkahelyek kialakítására használják fel. A szerelési munkák ideje alatt a gépjármű és személyforgalom fordított sorrendben történik. A határőrök ugyanakkor azt remélik, hogy a munkálatok nem befolyásolják a sorok kialakulását, és azok befejeztével az ellenőrző pont nem csak szebb kinézetű lesz, de az átteresztő képessége is jelentősen megnő. Jelenleg naponta körülbelül ezer jármű és kétszer annyi utas halad át az aztélybereg berek sorány határát kelőn. Ami az aztélybereg a nemzetközi határátkelő illeti, a munkahelyek bővítése belépés irányában lesz. Jelenleg két moduláris házunk van, egy a vámosoké, a másik a határőrségi. Ezen munkák befejezését követően belépéskor két modulháza lesz a határőröknek, s ennek megfelelően kettő a vámosoknak. Az átteresztő képesség és a munkahelyek száma viszont növekedni fog, és a szolgáltatás minősége is, kényelmes körülmények, esztétikus megjelenés. Kárpát aljára összesen 34 új moduláris ház érkezett, amelyeket az infrastruktúra állapotától és az áteresztő képesség növelésének szükségességétől függően osztanak el az ellenőrzőpontok között. A szerelési munkálatokat a tervek szerint március végéig befejezik.